úgy éreztük, hogy hiánypótló lehet egy olyan új típusú útikönyv, amely nem a szálláshelyekre, nem az éttermekre, nem az aktuális attrakciókra összpontosít, hanem azokra az időt álló értékekre, amelyek kis túlzással 100 évvel ezelőtt is itt voltak, és 100 év múlva is itt lesznek. Mi arra gondoltunk, hogy visszatérünk egy kicsit a gyökerekhez, visszatérünk a klasszikusokhoz, és életet teszünk egy olyan műfajba, az úti leírás műfajába, a klasszikus útikönyv műfajába, ami szerintünk a mai világban is tud izgalmas, szép, inspiráló lenni. Érdemes ezt az országot megismerni, nem ezen a közhelyes módon. Mélyebben, ráérősebben, lassabban, elmélyülten ismerkedjék ezzel az országgal. Tehát azt hiszem, hogy ennek ez az elsődleges üzenete ennek az útikönyvnek. Számtalan olyan fényképp volt, aminek végül egyszerűen nem maradt hely a könyvben, ami megint csak azt mutatja, hogy ez az ország tényleg csodálatos. Minden napi nehézségeink ellenére egy olyan országban élünk, amelyre nagyon sokféle okból lehetünk büszkék.